Marácz Péter építész mutatja a sajtó munkatársainak az elkészült fejlesztéseket itt a Káptalandomb 11-13-as számú épület együttesében. A kivételesen ritka és gazdag építészeti és belső építészeti elemekkel bíró létesítmény a Lébény Győr Káptalandomb komplex turisztikai attrakció fejlesztése elnevezésű projekt keretében újulhatott meg, május 18-án pedig a nagy közönség előtt is megnyitja kapuit. A Győri Egyházmegye és a Múzeumház Nonprofit Kft. Több mint 560 millió forint uniós támogatást nyert tervei megvalósításához, ez gyakorlatilag az összköltségek 85%-át fedezte. A program legnagyobb jelentőségű fejlesztése a lébényi templom felújításához kötődik, de a győriek számára az itt elkészült fejlesztések a mérvadóak, vagyis hogy a Káptalandom látnivalóit a jövőben újra felfedezhetik a turisták. A Káptalandomon rengeteg érték és látnivaló van, ami eddig az infrastruktúra hiánya miatt a turista számára szinte elérhetetlen volt. Itt van például az egyházmegyei kincstár, ami az Esztergomi Keresztény Múzeum után a második legértékesebb egyházmegyei gyűjtemény az országban, és ezt eddig a turisták szinte keresve sem találták meg. Most a látogatóközpont az alkalmas lesz arra, hogy a teljes kínálatot prezentáljuk. A beruházás eredményeként a Káptalandomb 13-as számú épülete a turisták gyülekező helyévé válik. A földszinten a turisztikai információs központ kap helyet, a termekben az egyházmegye történetével foglalkozó kiállítás rendezik be a szakemberek, de a püspökvár tornya is újra látogatható lesz, csodálatos panorámát festve az érdeklődőknek.